Ezekben a napokban emlékezzünk a forradalmi eseményekre, amik a modern nemzeti identitás egyik alapkövévé váltak, mivel egyszerre törekedett az egyéni szabadságjogok kivívására. Halkóné dr. Rudolf Éve mondta el ünnepi beszédét a koszorúzáson. Az esemény célja az volt, hogy valamennyien tisztelegjenek az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei előtt, mely az egyéni szabadságjogoknak, valamint a nemzeti önrendelkezés kivívásának volt a nagy eseménye. Az északi temetőben a forradalom kirobbanására emlékeztek. Tisztelegtek a hős férfiak, politikusok, valamint nők előtt, akik a háttérben támogatták a szabadságharcot karddal vívó férjeiket. Az ünnepi rövid műsort az Arany János Gimnázium és Általános Iskola diákjai adták. Látható volt, hogy ma a fiatalok adták a műsort, az Arany János Gimnázium diákjai. Elsősorban nekik kell üzennünk a bennük élő emlékezés iránti igényt, a hazaszeretetet kell ébren tartani, a történelmi eseményeket meg kell őrizni. A magyarságunk léte az, hogy ezek a fiatalok, ezek a gyerekek, hogy így mondjam, szívükben hordozzák ezeket az emlékeket. Nem csak egy lecke az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, ez több annál. Megszületünk, kapunk egy nevet, kapunk egy állampolgárságot. Ezzel az állampolgársággal az, hogy magyar, ezzel a jelzővel élni kell tudnunk. Bekerülünk a közösségbe, bekerülünk óvodába, iskolába, és ott egyre jobban erősödik bennünk a közösség iránti vágy, a közösség szellemisége, az, hogy tennünk kell folyamatosan azért, hogy a magyarság megmaradjon Európában, tennünk kell azért, amiért ezek a hősök harcoltak, hogy meg tudjuk őrizni az önrendelkezési jogunkat, az egyéni szabadságjogainkat, mert ezek nagyon-nagyon fontosak. Az önkormányzati képviselő kiemelte, hogy a közösség erejében rejlik a legnagyobb felelősség afelé, hogy a nemzeti öntudatunkban az 1848-as, 49-es események megmaradjanak. Ezek a megemlékezések olyan helyszíneken történnek, melyeket a város nagy gonddal őriz, így a szabadságharc üzeneteit át tudja adni a fiatalabb generációnak is. Halkóné dr. Rudolf Éva ünnepi beszédét ezekkel a sorokkal zárta. Emlékezzünk a nagybetűs hazaszeretetre. A programsorozat ezt követően a Hadzell téren, a Luther utcán folytatódott, végül a keddi nap eseményei a Petőfi téren értek véget. Március 15-én reggel 10 órától a Kossuth téren tartják meg a városi nagy ünnepséget, majd megkoszorúzzák a Kossuth szobrot.